kívánok, én doktor Bizsú vagyok. Jó napot! Most! Tadá! A piros orrbohóz doktorai a Szekszárdi Balassa János Kórház gyerekosztályán őrrendeztetik meg a beteg gyerekeket, ezentúl heti rendszerességgel. Szerintük ugyanis egy betegség, kórházban való tartózkodás vagy egy fájdalmas beavatkozás gyakran próbára teszi a gyerekek, de még a felnőttek lelki erejét is. A humor és a nevetés éppen ezekben a helyzetekben tud segíteni és utat nyitni a bizalom és a belső életerő felé, vallják a piros orrbohóz doktorai. Az alapítvány tudományos és művészeti ismeretekre alapozva képezi ki a bohóz doktorokat, akik beteg gyerekeket és időseket látogatnak kórházakban. Ők egyébként színészek, akik folyamatosan képezik magukat. Az alapképzésünknek a nagy része az színésztréning, bohóc technika, illetve olyan eszközök használatot kell nekik megtanulniuk, mint amilyen mondjuk a zene, hangszerek, vagy apró zsonglőr trükkök, vagy művész mutatványok. És tulajdonképpen ez a képzésnek a nagyobbik része, ezután következik pszichológiai képzés, szociológiát is kell nekik tanulniuk, illetve alapvető egészségügyi ismereteket, ez nagyon fontos része, és a gyakorlatra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a képzésnél. Az alapképzés után, akik dolgoznak kórházban, bohóc doktorok, nekik is folyamatos továbbképzés van. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt tréningben maradjanak, másrészt, hogy folyamatosan fejlődni tudjanak, harmadrészt pedig azért, mert hogy az évek során változnak a gyerekek is, változnak az igények, és szeretnénk erre minél jobb válaszokat adni. Kórházakat rendszeresen, heti rendszerességgel látogatja két bohóc doktor mindig a csapatból. Ez azt jelenti, hogy minden kórháznak megvan a napja, és a pontos időpont, hogy mikor érkezik a két bohóc doktor. Amikor megérkeznek, akkor az első nagyon fontos része az, hogy a nővérekkel, orvosokkal az osztályon megbeszélik azt, hogy mi az az aktuális információ, amire nekik szükségük van, tehát tudni kell azt, hogy van-e valami különleges dolog, amire figyelniük kell. Ezután elmennek az öltözőbe, átöltöznek, kicsit bemelegítenek, és aztán elindulnak a kórházban, és mindegyik osztályt szobáról szobára végiglátogatják. Az, amit ők a szobában csinálnak, az alapvetően improvizáció, egy improvizatív játék. Ennek a fő célja az, hogy az atmoszférát megváltoztassák, és ezáltal oldják a szorongást, oldják a stresszt, nem csak a gyerekekben, hanem ugyanúgy a szülőkben is. Ezekben a bohóc játékokban ők megpróbálják bevonni a gyerekeket, tehát a gyerek aktív részese is lehet. A legfőbb, legfontosabb hatás az, hogy elfeledteti azt, amiben éppen benne vannak, azt a helyzetet. Ugyanis annyira aktív játékhelyzet ez, ami ilyenkor történik, és annyira aktívan a jelen idő, hogy könnyű megfeledkezni arról, ami éppen a szorongás, éppen a fájdalom, éppen a félelem. A már 23 éve működő szervezetnek idén novembertől nyílt lehetősége, hogy a Szekszárdi Balassa János Kórház gyerekosztályát is látogassa. Először a fővárosban kezdtük el a munkát, és ahogy terjeszkedtünk, ahogy bővültünk, fontosnak tartottuk, hogy vidéki kórházakban is elvigyük a nevetésgyógyító erejét a gyermekeknek. Pécsre már 15 éve járunk, és nagyon régóta felmerült az igény bennünk is, hogy Szekszárdi kórházban is kellene látogatni a gyermekeket. Jelenleg jutottunk el arra a pontra, hogy már az anyagi fedezete is megvan ennek. Számunkra az nagyon fontos, hogy ha valahol elkezdjük a munkát, akkor nem csak egyszer-egyszer megyünk oda, hanem rendszeresen, hétről hétre, minden héten járunk a gyerekekhez. Egy kórházi jelenlét, hogyha az embernek kórházban kell töltenie az időt, még egy felnőttnek is nagyon megterhelő. Pláne egy kisgyereknek, akit elszakítanak az otthoni környezetéből, egy gyerek annyira nem is tudja, hogy azok a beavatkozások, azok mivel járnak. Tehát nagyon komoly szorongás alakul ki a gyermekekben, és nem csak a gyermekekben, hanem ugyanúgy a szülőkben is, hiszen egy szülőnek nagyon nehéz betegen látni a gyerekét. És akkor ebbe a környezetbe, ebbe a steril kórházi millióbe
jönnek be a boholc doktorok, és hoznak egy kis vidámságot, életörömet, és a gyermekek pár perc erejéig teljesen megfeledkeznek arról, hogy ők hol vannak, hogy betegek, hogy fájdalmuk van. És hát a szülőknek is ez egy hatalmas nagy segítség, hogy a gyereküket végre mosolyogni látják. És nem csak a szülőknek fontos ez, hanem ugyanúgy a kórházi személyzetnek, az orvosoknak, az ápolóknak. Hiszen hogyha ők egy vidám gyermekkel találkoznak, akkor sokkal hamarabb beindul a gyógyulási folyamat is. Ezt tudományos tények bizonyítják, és mi ebben abszolút hiszünk, hogy így hozzájárulunk a beteg gyermekek gyógyulásához. Egy kórháznak a heti szintű látogatása, a rendszeres látogatása az több millió forintba kerül. Itt ugye a bohóc doktoroknak a honoráriuma, a bohóc doktorok kiképzést is kapnak, tehát mi azt is beleszámítjuk, illetve a kellékek, a piros orrok, amiket ők használnak a munkájuk során. Egy ilyen kórház kezdés az mindig drágább, hiszen itt új bohóc doktorokat is fel kellett vennünk, és a kezdetektől kiképezni őket. Kutya mondja, wow, wow. Cica mondja, miau, miau. Tehén mondja, valaki? Ne, mú, mú, mú. Kacsa mondja, mú, mú, mú. A gyerekek utógondozásában is nagy szerepe van a hétfőnkénti piros órú bohóc doktorok tevékenységének, mondta Harangi Ferenc, a gyermekosztály főorvosa. Én azt gondolom, hogyha hazamennek és meggyógyulnak, és visszagondolnak a kórházi napokra, akkor biztos, hogy ez fog elsőként bennük fölmerülni, hogy itt milyen jó percek is voltak, nem csak a kellemetlen vizsgálatok és kezelések. És ugye csak a szépre emlékezünk, mi felnőttek is így vagyunk, eltelik egy kis idő, és utána a rossz dolgokat szívesen elfelejtjük, és általában nem azokat emlegetjük föl elsőként a régmúltból, hanem ami szép volt és jó volt. És hát harmadik dolog, én azt hiszem, hogy a dolgozók szempontjából is nagyon kedvező, hogyha ők itt vidám hangulatot teremtenek. Egyrészt könnyebbé teszik a gyerekekkel való foglalkozást, másrészt a mi jó hangulatunk is erősegíti, hogy még jobb munkát végezzünk. A Piros Orr Bohóc Doktor Alapítvány keretein belül 35 bohóc doktor dolgozik, akik az elmúlt 23 év alatt közel 350 ezer beteg gyermeknek, valamint több ezer idős embernek vitték el a gyógyító nevetést. Igen, ez tiéd. Tessék. Persze.